Sikeres évet zártak a horgászok, drágulnak a zöldségek a karcagi piacon, hiány van az arcmaszkokból, kinevezték az új kapitányt. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 3-án 18 óra 5 perckor. 2020-ban emelkedtek a horgászengedélyek árai a környező vizeken, de az Egyesület nem emelt árat, tudtuk meg Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. Az új évvel az engedélyek árában változás történt. Az állami jegy és a fogási napló is 50%-kal emelkedett. Hát az engedélyek árában változás történt. Hozzá kell tenni, hogy az állami jegy 2000-ről 3000 forintra emelkedett, a fogási napló 200 forintról 300 forintra, tehát ez 50%-os emelés jelentett. Ezen kívül emelkedtek a horgászengedélyek száma is, itt a környező vizeken. A gyerekeknél arról nem tudok még, hogy van-e valami változás, az ugyanúgy a tiszatavi gyerekengedélyek azok ingyenesek, hogy itt a gyerekengedélyek itt a környéken az mennyi lesz, azt még nem tudom mondani, mert még nem kaptunk meg a jegyeket. A környező vizekre a horgászengedélyek árait még nem tudja az elnök, de várhatóan azok is drágulnak. Ami biztos, a tiszatavi engedélyek ára 12%-kal emelkedett. A horgászkártya regisztrációban is történt változás. A horgászkártya regisztrációt, ugye azt is lehet majd most már csinálni, de ott is annyi változás történt, hogy nem az adókártya kell, hanem a személyazonossági meg a lakcímkártya, tehát a regisztrációhoz most már adókártya nem kell. A tavalyi engedélyek január 31-ig voltak érvényesek. A fogási naplót február 28-ig kell leadni. Itt nagyon oda kell figyelni a pontos, precíz kitöltésre. A horgászattal eltöltött napok száma, a fogott hal mennyisége és a több helyen horgáztak összesíteni is kell. Hívta fel a figyelmet Kalocsai László. A fogási napló pedig február 28-áig kell leadni. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan és precízen legyen kitöltve a fogási napló, mert különben a rendszer ugye büntet, hogyha nem jó van kitöltve a fogási napló, még nem is lehet felvezetni. Tehát azt kérjük a horgászoknak, hogy precízen töltsék ki a fogási naplót, és úgy adják le. Összesítve legyenek a horgászattal eltöltött napok száma, összesítve legyen pontosan, be legyen írva, hányszor voltak horgászni. A vízterületeken a fogások víztérkód szerint pontosan be legyenek írva, illetve a fogási napló végén az éves összesített, aki több horgász vizen is horgászott, ott összesítve kell, és azt úgy kell oda beírni, hogy összesen hány kilót fogtak. Tehát 10 dekát, 20 dekát ilyeneket nem kell, kerekítve kell fél kilóra, illetve egész kilóra beírni a fogásokat, és úgy kell majd leadni a fogási naplót, de mondom ezt, hogy a fogási napló végén is legyen összesítve, hogy mennyit fogott összesen. A több vízterületen is horgászott, ugye az össze kell adni a vízterületeken fogott haloknak a súlyát, és azt egybe kell majd a végén beírni. Tehát arra nagyon oda kell figyelni, hogy kell leadni a fogási naplót. Elfelejteni nem szabad vezetni, mert az, hogyha ellenőrzik, azért nagyon komoly büntetést kapnak a horgászok, hogyha nincs beírva mondjuk a fogott hal mennyiség, illetve hogy hol horgászott, mert járnak azért, hál' Istennek most már elég sűrűn ki az ellenőrök, megyétől is, a Mohosztó, Budapesttől is van, járnak ki az ellenőrök, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Az Egyesület irodájának a nyitvatartása is megváltozott. Mostantól hétfőn, kedden és csütörtökön 15:30-tól lesz nyitva. Tovább drágulnak a zöldségek Karcagon. Ennek oka a Spanyolországban pusztító eső és jégeső. De befolyással van a tavalyi szélsőséges időjárás is az áremelkedésre. Az infrastruktúra mellett a termelés is tönkrement. Egyes területeken 50, sőt 75%-a elpusztult a zöldségeknek külföldön. A megmaradt növényeket ráadásul több veszély is fenyegeti. A hirtelen lezúdult csapadék miatt például felüthetik a fejüket a gombás megbetegedések is. Idényszerű gyümölcsöket, zöldségeket keresnek nagyon, keresik a brokkolit, bár annak az ára nem változott. A kelkáposzta sokkal szebb lett, mint volt az magyar, az kicsit följebb ment az ára. Édes káposztának is keresték a piros retket, most itt van, az igaz Olaszországból jött, de ára megfizethető. Van, aminek emelkedik az ára, hát abból sajnos kevesebbet tudunk eladni. Az elsőt keresnék, csak az drágább.
A zöldségből van másodosztályú is, az valamennyivel olcsóbb, vagy keresik a fekete retket, az magyar terméket. Jobban a magyart keresik, de ha nincs, megveszik a külföldit is. Spanyol. Csak minősége legyen. Vége fele van a mandarinnak, amit nagyon-nagyon sajnálnak, mert nagyon sok elment a 4 hónap alatt. Sok. Viszont ezek már nagyok, meg drágábbak. Van, amelyik meg savanyúbb is. Igaz, hogy külföldi a fehér sörretkünk, az 400 forint csomója, 3 darabban egybe. A zöldség, ez a másodosztályú, 700 kilója, magyar, sárgarépa magyar, az 300 kilója. A retek az 200, egy csomó, viszont az tényleg szép. Az édes káposzta 250, az csak magyar káposzta. Csak magyar. Kelkáposzta, magyar, szépek, fehérek, világosak, annak 400 kilója. Brokkoli darabos, 500 forint, az fél kilós. Almériát Európa éléskamrájaként szokták számon tartani, és a kora tavasz időszakban az EU-n belül jelentős mennyiségű salátát, uborkát, cukkinit, koktélparadicsomot és padlizsánt szállítanak az áruházláncokba. A kieső termés már jelentkezik a felvásárlási árakban, és több terméknél 25-50%-os áremelkedés várható. A karcagiak nem örülnek a drágulásnak. Amire van pénzem, veszek, amire nincs, nem veszek. Hát most banánt vettem, meg fokhagymát. De a zöldségek közül? Hát répát, gyökeret veszek. Almát, krumplit, azt ősszel megveszük nagy tételbe. Hát amilyen időjárás volt nyáron, van kertünk. De amilyen időjárás volt, ahhoz nem lehet csodálkozni, hogy ilyen. Egy zöldségfélét sokat, hát a sárgarépát, zöldséget, karfiolt, brokkolit, minden ilyen zöldséget nagyon szeretek, csak hát elég drágák. Hát mondjuk a karfiol is 700 forint, hát az nagyon sok, mert én is kis nyugdíjas vagyok, és nagyon sok. Együnk egészségesen, csak az anyagi helyzet nem engedi meg, hogy hát úgy együnk, ahogy esetleg szeretnénk, mert a nyugdíj meg szerintem a kis keresetűek se tudják megengedni maguknak. Milyen árakat van a reálisnak? Hát azt mondom, hogy 6-700-at el tudok, legalábbis a hétköznapi emberek fizetéséhez, ahhoz, hogy többet tudjunk fogyasztani. Legyen. Én szoktam meg, szeretném így cukinitől kezdve minden, csak hát lassan megfizethetetlen, vagy csak nagyon ritkán tudjuk megtenni az, hogy megvegyük. A drágulás attól is függ, hogy a marokkói termelők tudják-e pótolni a kieső mennyiséget, de egyes EU-s országokban bizalmatlanok az onnan érkező zöldségek minőségével kapcsolatban, mert az ott alkalmazott vegyszerhasználat nem feltétlenül felel meg az uniós elvárásoknak, ez pedig akár élelmiszerbiztonsági kérdéseket is felvethet. Jelenleg hiány van arcmaszkból a karcagi patikákban, és Kínából se nagyon lehet rendelni a koronavírus járvány miatt, de a szakértő szerint a piac megpróbálja gyorsan kielégíteni az igényeket. A redős gumis maszk 30 forint körülbelül, ez a legegyszerűbb, az orrhoz hozzáigazítható egy kis merevítéssel, ez a legáltalánosabban ismert. És ebből fogy igazán sok, ebből kellene nagyon sok. Van másféle típusú is, higiénés orr-szájmaszk. Ezeknek az ára körülbelül 300 forint körül van. Ez kapható, és ebből kértünk nagy mennyiséget, hiszen még a járvány elején vagyunk, a szezonális járvány. Reméljük, hogy a magyar területen a koronavírus talán nem ér el. Szalai Anna Mária gyógyszerész mutatja azokat a maszkokat a karcagi Betánia gyógyszertárból, amelyből hiány alakult ki a napokban Karcagon. Elsősorban, amit napok óta észreveszünk, az orr- és szájvédő maszk, amit hát hiába rendelünk, egyre kevesebb érkezik. A mai nap 200 darabot adtunk el, egy néhány még van. Sajnos a rendeléseinket lemondták, de néhány perce sikerült újabb készletet szereznünk, és azt visszaigazolták. Tehát hétfőre már tudunk adni. Azért a gyártók felkészülnek egy bizonyos törzs mennyiségre,
hogy évenként mennyi szokott nyáron kelleni, és mennyire van szükség téli járványos időszakban. De nem olyan különlegesek ezek a maszkok. Azt mondtam, hogy házilag használatos kiskendőt is szabad alkalmazni, akár a betegünk védelmébe. Eddig nagyon ritkán láttunk arc, illetve szájmaszkban embereket, inkább a klinikák körül, ahol immunbeteg emberek is megfordulnak, illetve a kezelésük miatt szükséges. És azokat úgy megnézik az emberek. Látjuk most, hogy bizony a járványos helyeken, így Kínába, hogy szinte nem lépnek ki az utcára maszk nélkül. Tehát kell, hogy a családban legyen otthon. Azt látni kell, hogy nagy igény jelentkezett a maszkokra, és ez világszinten értendő, nem csak Magyarországon és Karcagon. A gyártói kapacitások tervezettek. Annak alapján, hogy mennyi az átlagos fogyasztás Magyarországon, és ez nem csak maszkokra vonatkozik, hanem például kézfertőtlenítőkre is. Igaz, hogy a normál szezonális influenza alatt is kellene használni. Sajnos ezt a magyar lakosság elhanyagolta, és sok esetben csak beteglátogatáskor vette föl, használta a nyálcseppek elleni védelem miatt. Tulajdonképpen használnia kellene annak, aki beteg, hogy a környezetét ne fertőzze. Az, hogy zsebkendőbe köhög, tüsszencs, ez már olyan elcsépeltnek hangzik, de mégiscsak vissza kell rá térni, és oda kell figyelni. A megelőzésben semmiképpen nem elegendő, mindenféle higién és egyéb rendszabályokat is be kellene tartani. Tehát a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, de azt is be kell látnunk, hogy ha van betegünk otthon a családban, akkor annak igenis az evőeszközét külön kell mosni, külön kell fertőtleníteni, és nem elég csak egy langyos, vizes mosás, hanem mindenképpen vagy fertőtlenítőszeres, vagy pedig olyan hőfokú vízzel való mosogatás az indokolt. A karcagi vásárlók nem lepődtek meg a hiánytól. Ez most biztos a fokozott kereslet miatt van, meg a téli időben ugye a influenza meg egyéb légúti betegségeknél gyakrabban használjuk, főleg közösségekben. Nekem hál' Istennek otthon most van, meg a rendelőmben is, de nyilván amikor kell, szükséges, akkor felrakjuk. Hát lehet, hogy patikában van ilyen, jeleztek nekem is, hogy akár ilyen kézfertőtlenítő, de rendelik, tehát lesz foltás, hogy jön napokban biztos. Volt olyan vevő, aki már korábban megvette a maszkokat. Hallottam róla, de fog érkezni utánpótlás, tehát meg van rendelve, hogy mikortól lesz folyamatos ellátás, azt nem tudom megmondani. Önnek van otthon? Be? Van. Mikor van. Vette? Tegnap, 670 forint. Mennyit vett? Egyet. Ez ilyen szűrőbetétes, amit használnak kint Kínában, meg a világ minden részén. A gyógyszerésznő tájékoztat a televíziónkat, hogy napokban újra kapható lesz. Én úgy gondolom, hogy hétfőre, kedre fogunk újabb szállítmányt, és nem olyan mértékű még ez a járvány. Legalábbis a vidéki helyeken, városokban vagy falvakban tulajdonképpen a tömegközlekedés az adja a nagyobb fertőzés veszélyt, mert az a embersűrűség, és bizony ez a tüsszentéssel, köhögéssel járó egy-két méteres körzetbe azért ezek a nyálcseppek eljutnak. Megbízottból kinevezett rendőrkapitány lett Karcagon dr. Karsai Lajos rendőr alezredes. Dr. Urbán Zoltán rendőrdandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője 2020. február 1-i hatállyal kinevezte dr. Karsai Lajos rendőr alezredest a karcagi rendőrkapitányság élére. A megyei rendőrfőkapitány 2020. január 31-én ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezéséről szóló parancsot a rendőrkapitány részére. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!